Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, országgyűlési képviselő, ő a rezsibiztos, a miniszterelnök tanácsadója. Szép jó reggelt kívánok, és nem mondtam, hogy Csepel volt a kedves nézőket. Polgármestere is. Mire lehet számítani most a helyhatósági választásokon? Ön szerint mi a fontosabb, a helyhatósági választások, vagy az európai parlamenti választások? Melyikre kell többet áldozni, melyikkel kell nagyobb kortes hadjáratot? Én azt gondolom, hogy mind a kettő rendkívül fontos. Az önkormányzati választások tétje az, hogy helyben kik irányítsák a kerület, a város, a falu, a település életét, kik azok, akikben meg lehet bízni, kik azok, akik ismerik az emberek dolgait, ügyeit, kik azok, akik meghallgatják az embereket, és kik azok, akik eszerint hozzák meg a döntésüket. Az európai parlamenti választás meg történelmi lesz. Történelmi jelentőségű, jól érzékelhető, hogy mi zajlik. Történelmi időket élünk. Ha csak a ránk nehezedő problémákról, veszélyekről ejtünk néhány szót, akkor azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy Európának az a 27 tagállama, amelyik az Európai Uniót alkotja, az milyen politikusokat, kiket küld majd el a különböző testületekbe. Itt most ugye az európai parlamenti tagokat fogjuk megválasztani. Mi azt mondjuk, hogy ebben a helyzetben, amit a háború, az energiaválság, a már magunk mögött tudott pandémia, de mégsem teljes egészében, hiszen nap mint nap ilyen veszély is fenyeget bennünket, a migráció, az LMBTQ propaganda, tehát ezekben az időkben, ezekre a fontos sorskérdésekre, a jövőnket illetően válaszokat kell tudni adni, és megfelelő válaszokat, és nekünk megvannak ezek a válaszok, és abszolút nem esnek egybe a jelenlegi brüsszeli bürokratákkal és a brüsszeli parlamenttel. Ezért mi azt mondjuk, hogy itt változásra van szükség, ahhoz mindenféleképpen Brüsszelben változásra van szükség, hogy például az Európai Unió az ne a háborút szítsa, ne a háborúra gyűjtsön pénzt Ukrajnának, hanem kiálljon a békekötés mellett, a megegyezés mellett, hogy az a pusztító háború, ami naponta százak, ezrek életét veszi el, és százezrek életét nyomorítja meg, az végre befejeződjön Európában. A elnök úr kicsit előreugrott, hisz békeközés. Hát ez a tétje a választásnak. Először egy tűzszünetre van szükség, de igen, természetesen. Minél hamarabb, viszont az Európai Unió most jóvá hagyott egy hatalmas kölcsönt, amiből feltételezhetően, és nekem kapásból a polbiddal jut eszembe, hogy nem cukorkát fognak vásárolni, hanem fegyvereket. Ezt mondjuk, mi ezt képviseltük a Brüsszelben, világossá tettük, hogy mi nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy egyetlen egy magyar fillér, Magyarországnak járó pénz, ha úgy tetszik, vagy Magyarországgal együtt közösen fölvett kölcsönből egyetlen egy fillért is a mi részünkről fegyverre költsenek. Nem fegyverre kell költeni, hanem a békekötésre, a tűzszünetre, arra, hogy az ukrán állam ne essen szét, hanem az ukrán állam működni tudjon, már ha erről jelen pillanatban most tudunk beszélni. Most éppen az ukrán állam vezetője bejelentette, hogy a vezérkari főnököt lecserélik. Hát ez már egy hetes történet. Érdekes, amikor a háború kellős közepén egy vezérkari főnököt lecserélnek, de maradjunk a mi helyi dolgainknál. Mire számít? Csepelen egyre több civil szervezet indul el a helyhatósági választásokon. Fognak-e tudni ők labdába rúgni önök Csepelen? Állandóan azt mondom, hogy önöknél, hiszen hosszú évtizedekig volt Csepel polgármester. Azért azt éljezzük meg, hogy nagyon fontos, hogy nem csak pártok, hanem civil szervezetek is indulhatnak az önkormányzati választáson, de mindegyikre vonatkozik egyébként a párttörvény, illetve az a törvény, hogy a finanszírozását teljes egészében transzparenssé kell tenni, be kell tudni mutatni, hogy honnan kapja a pénzeket, miből költ
egyébként nagyon komoly összegeket mondjuk egy kampányra, mert jelölő szervezetként, ha részt vesz a hatalom gyakorlásában, ha úgy tetszik, az önkormányzati választásokban, akkor ez a kötelem rájuk is vonatkozik. Én mindenféleképpen azon dolgozom, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjei nyerjék meg a polgármesteri széket is, illetve az önkormányzati képviselő testületi helyeket is, és lehetőséget kapjunk ismét arra, hogy a Fidesz és a Fidesz-KDNP közösen és együtt irányítsa Csepelt. Mostani polgármester, mint civil szervezet indulóira, hogy kell ezt értenünk? Pártkatonák végül meghasonlanak és elmennek civilnek? Hát a polgármester Borbély Lénár több rossz dolgot is megtett. Egyrészt az önkormányzatból finanszírozza az egész kampányát. Az egész önkormányzati rendszer egy kampányüzemmódba állt át, és gyakorlatilag direkt, jól kimutatható költségvetési pénzeket és a cégek pénzeit költik, az önkormányzati cégek pénzeit költik propagandára. Többek közt van egy óriási iroda, amit nem tudjuk, hogy milyen körülmények között kapott meg az ő egyesülete. Az ő egyesülete minden önkormányzati rendezvényen teljesen ingyen vesz részt. A polgármesteri hivatalban mutatta be a képviselőjelöltjeit, nem tudom, hogy melyik párt engedheti ezt meg magának, hogy a polgármesteri hivatalt arra használja. Mit mond a törvény erre? A törvény azt mondja, hogy ezt tiltott teljes egészében. Kielemőzi ezt a törvényt? Ezt egyébként be is jelentették a kormányhivatalnak, tehát a kormányhivatal ebben az ügyben vizsgálatot kell, hogy lefolytasson mindenféleképpen. És én azt gondolom, hogy az is elég beszédes a jelöltek közül, hogy azok a jelöltek, akik a polgármesterrel együtt indulnak, azok mind-mind 19-ben vagy már 14-ben is a baloldali és ellenzéki pártoknak a listáin szerepeltek, vagy egyéni jelöltek voltak, a Jobbiktól az LMP-n át helyi ilyen civil szervezetekig, a kibuc lakóknak, vagy nem tudom, miknek hívták őket, ilyen, nem tudom, mi volt a valami becenevük volt, vagy bucka lakók, én már pontosan nem tudom, hogy mi a helyzet volt, tehát teljesen elképesztő volt a történet, amit műveltek. Értem. Azt mondja meg nekem, hogy mi vár önre most, mint parlamenti képviselőre az elkövetkező napokban? Nagyon nehéz munkájuk lesz a parlamentben? Én azt hiszem, hogy a parlament működése az elég erőteljesen szabályozott. A parlament működésében csak az ellenzéki, baloldali viselkedés, amit megengednek maguknak, ami teljes egészében ellentétes a parlamenti szabályokkal, az okoz problémát. A parlament mindig megmutatt az elmúlt 13 évben, 2010 óta, hogy a munkáját, amit kitűzött maga elé, azt el tudta végezni, akár az alkotmányozási folyamatot, akár az egyéb törvényhozási folyamatot nézzük, annak ellenére, hogy gyakorlatilag itt volt olyan időszak, amikor megakadályozták az elnököt a baloldali képviselők, hogy fölmenjen a pulpitusra, de még ebben az időszakban is elvégezte a munkáját, és én azt tudom itt ígérni mindenkinek, hogy a parlament kiválóan fogja elvégezni a munkáját ebben az időszakban is. Nyilván a választás az egy kicsit erőteljesebb, felfokozottabb légkört hoz létre, de a parlamentben az elnök úr vezetésével mindig a nyugodt törvényalkotó munkára. Értem, elég ritka dolog, hogy a frakció és a kormány nem ugyanazon az állásponton van, habár a kormánynak is az az álláspontja, hogy a svédeknek lépnie kell. Mi várható a frakciótól? Ön is a frakciónak a tagja. NATO csatlakozás, svédek. Hát én azt gondolom, hogy ez elég egyértelmű. Tehát a kormány, a miniszterelnök úr világossá tette, hogy támogatja Svédország NATO csatlakozását, és a parlament pedig a maga döntéshozatali rendjében meg fogja hozni a megfelelő döntést. Én arra számítok most, hogy a frakció ülésen, ami megelőzi majd a parlamenti ülésszak első napját, ott komoly vita lesz. Tehát a svédek folyamatosan
ne is mondjuk, hogy svédek, tehát a svéd elit. Tehát nem a svéd emberekkel van problémánk, hanem azokkal, akik azt gondolják, hogy azt tehetnek, amit akarnak. És akkor, amikor ők kérik a NATO tagságot, és a NATO tagságnak van egy nagyon komoly feltétele, tehát egy egyhangú döntés szükséges ahhoz. Most ugye már 31 tagországa van a NATO-nak a finnekkel együtt. Hát ugye egy egyértelmű döntésre van szükség ahhoz, hogy újabb tagokat vegyünk föl, mert ez nem egy, tehát hogy mondjam, ez nem egy bridge klub. Tehát itt ugye azt vállaljuk, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, a lényege mégiscsak az, hogy ez egy közös védelmi szervezet, mégpedig a világ legerősebb közös védelmi szervezete, ahol azt vállaljuk, azt a garanciát adjuk egymásnak, hogyha a te országodban, a te országodat megtámadják, akkor a mi országunk ebben a támadás elhárításában részt vesz. És ha kell, akkor katonákkal, magyar honvédek oda küldésével fog részt venni. NATO csapatok oda küldésével, tehát a mi magyar honvédeinknek az életét kockáztatjuk a te hazád védelmért. Ez szerintem ez egy nagyon erős köteléket, és egy nagyon erős bizalmi köteléket jelent. És az a bizalmi kötelék, ez nincs meg ma Magyarország és Svédország között, mert a svéd politikusok egy jelentős része, olyanok is egyébként, akik kormányon vannak, hát jól látható, mit üzengetnek a kormánytagok, azok egész egyszerűen semmibe vesznek minket, és akkor még nagyon óvatosan fogalmaztam. Innét folytatjuk legközelebb. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. A mielőbbi viszontlátásra. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Tartsanak velünk!